látszik is egy tesztkép is. Itt igazából az a lényeg, hogy a közeli és távoli tárgyak is nagyon élesen tudnak megjelenni, illetve nagyon fényerővel is tudnak megjelenni, nem kell ezt más módosítani. A másik, ami szerintem kiemelik, hogy már szerintem a termék, a többi termék, a többi gyártó termék kínálatán az okos kialakítás. Tényleg a Einsteinnál az 85% az fejlesztő mérnök, aki dolgozik, és nem jár, ők már valószínűleg telepített meg is kamerát, hogy látni, hogy szereznének már, vagy szeretnék már kamerát. De az útépű csatlakozó, de én is kamerát egy hírfelé volt, és akkor kellett egy közöldolgozt alá tennem. Einsteinnál nincs erre szükségük. Teljesen vízálló kialakítása megvan oldva, hogy az UTP-kábe áttesszük, vagy áthúzzuk ezen a kötődobozon, ami tartja a kamerát, még kötődő adapter kapat inkább, és igazából van egy UTP csatlakozó a kamerának házán belül, és ebbe kell beletenni ezt a UTP csatlakozót. Hoztunk is ezt kamerákat, amit tisztük szét tudunk szedni, meg tudjuk mutatni ezt a kialakításnak az előnyeit, hogy mennyivel egyszerű szerelni. Még a telepítőnk először meglátták a kamerát, nem lovakábelt, ezt hogy fogjuk felszerelni. Mindenki jól tudott először tőle, és akkor feltettek állandóan a kamerát, és mondták, hogy hát ők nem szeretnének más szerelni ezek után. Ennek örülünk, és tényleg felhasználó barátjá teszi a telepítést. De nem csak csőkameráink vannak, hanem drónkameráink is vannak, amikor ugyanúgy eddig a kábelek lógtak. Mostanában ennél is megoldott, ez okos kialakítás, hogy ez is a UTP csatlakozó el van rejtve, ráadásul úgy van elrejtve, hogy egy kamerának fogja igazából a kamerának a tetejét, szóval le se fog esni ez a kamera, hogyha nem tartjuk. Egy létrán, egy 5-5-ös létrán állva, ezek nagyon jövőbb tudnak szedni, hogy nem kell mind a két kezükkel a kamerát, vagy egyik kézzel a kamerát tartani, de mind a két kezük szabad tudunk szerelni. A rögzítőknél is megjelent ez a okos kialakítás, hogy egy 8 darab HDD az, ami maximálisan betett a legnagyobb MySight rögzítőbe. Ez egy 8 darab HDD-t elhelyezgetni nem olyan egyszerű már ezeknél, a kábeleket elvezetni. Erre is kitalált a MySight nagyon okos megoldás, egy ilyen rekeszerű megoldás, mint tudjuk a HDD-ket rajta rögzíteni, és így működik a telepítés. Persze nem is kell mondanom, hogy ugyanúgy sztárnál képes már az összes kamera, a 2 megapixel eset, a 0,02 pluszsal rendelkeznek, az 5 megapixel eset, a 0,05 pluszsal. Nem egy részesen a különbséget úgy értem, de valamekkora különbség van a 2 megapixeles felbontás miatt. Természetesen a VDR is 150 decibeles VDR-re vannak felszerelve a kamerák. Például az egyik ügyfelünk olyan kamerát keresett, ami egy jól fogok figyelni. Kiválasztott minden termékgyártótól körülbelül, hát azt hiszem ilyen 12 darab kamerát tesztelte, hogy erre a feladatra mi lesz neki a megfelelő, és itt el szerencsére egy MySight kamerát, és nem is kell mondanom, hogy a MySight kamerát választotta a hegyezdő robotok figyelésére, mert akkor a fény keletkezik ezeknél a hegyezdő robotoknál, hogy a Super VDR, a 150 decibeles VDR teljesen kiküszöbölte ennek a fényerő különbségnek a változását. A rögzítők, a nagyobb rögzítők a 7-es, illetve a 8-os széria dual-analoggal is rendelkezik, mert folyamatosan ugye ez a felbontás növekedéssel a megabitek is növekednek, illetve a sávszélesség, amit használunk. Erre egy új megoldást a MySight-nak ez a rendszere. Többféle megoldással tudjuk használni ezeket a dual-analog technológiát. Tudjuk úgy, hogy kétféle IP címmel használjuk, itt akkor például egy backup hálózatra tud rákapcsolódni a rendszer, meg tudjuk osztani a terhelést, a hálózati terhelést, illetve hogyha egy harmadik opcióként, hogyha kiesik az egyik hálózat, akkor a másik tudja, át tud kapcsolódni. Természetesen a rögzítő 7-8-as széria régi technológiával rendelkezik, szóval a legjobb biztonságban tudjuk már a felvételeinket. Az applikációk azok ugyanúgy a telefonon, számítógépen, illetve tableten is már elérhetőek. Így az a termék kompatibilitás igazából teljesen ránk van szabva. Hogyha például a MySight eszközöket szeretnénk használni, akkor az a legjobb a MySight kamerával teszünk, így érhetjük a legnagyobb funkciózási dolgokat, illetve a legtöbb funkciót. De például, hogyha már van egy meglévő rendszerünk akármilyen IP kamerával, akkor 98% hogy ez működni fog a MySight rögzítővel. Fordítva is ugyanígy igaz, hogyha például egy MySight IP
magának pedig egy másik gyártónak az IP rögzítője, a IP rendszerű, akár egy kilóban egy olyan szoftverre, akkor az OnQuick-vel teljesen kompatibilisek lesznek. És igazából ennyi lenne, amit én szerettem volna elmondani. Mivel Gibson mondta, hogy a jövő már így van, csak nem egy erdőben hozzuk el a világban. Jó, gondolom, hogy a hálózati technológiák és az egyre behálózó világokkal leszkodók már itt vannak. Ezek a LoRa kamerák is, a LoRa szenzorok is már kaphatóak, a LoRa hálózat elérhető, 8 megapixeles kamerák elérhetőek, az LPR elérhető. Ezek nem a jövőben fognak kijönni, nem a jövőről beszélünk már, hanem ezek már itt vannak, és tudjuk ezeket használni, illetve tudjuk az ügyfeleknek ezeket mondani. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha valami kérdés lenne a MySight eszközökkel, akkor a szünetben megtalálnak engem, illetve van kiállítva a MySight eszközét, hogy meg tudják nézni ezeket a dolgokat. Köszönöm szépen! Tehát, amit mondtam, az biztosan, hogy egy szót nem értek előre, hogy